polihisztor, aki építész, belső építész, díszlettervező, festő, grafikus, világvándor, filmdíszlettervező, tehát exteriőrbe is szerepelt, mindegyiket óriási alázattal és tisztelettel csinálja. Nagyon szeretem őt. Ritka, hogy idős emberről ezt mondja, lehet tisztelni, meg körülvenni, meg mindent. Egy kiváló ember, aranyos, kedves, egyetlen egy zseni tulajdonsággal nem rendelkezik, azon kívül, mint amit itt ti a képeken, a szobrokon és a díszleteken láttok. Erre a varázslatra, amihez Csikós Attila olyannyira ért, erre nagyon-nagyon szüksége lenne ma az egész világnak, nekünk magunknak. Én máig megöregedve is nagyon-nagyon szeretem a meséket, és Csikós Attila gyönyörűen mesél. Ő pontosan tudja, hogy az opera műfaja az valójában egy varázslatos mese kéne legyen, amelyben a mese része maga a díszlet. Az az érzésem, illetve hiszem, hogy az opera olyan műfaj, ahol a zene primátusa mellett a történés és a díszlet, és az a kor, amelyben született az opera, az egy massza. Manapság ezt el szokták felejteni. Díszletben is, opera rendezésben, sok mindenben. Csikós Attila szinte az utolsó olyan díszlettervező, akiket én ismertem személyesen, és akiket ma is ismerek, aki ez a varázslathoz ért. Én tulajdonképpen egy renegát vagyok úgy, hogy is csinálom az operát, csinálom a színházat is. Az építészet az számomra a színházi építés. De akkor, amikor olyan ilyen különleges építész munka van, akkor sem tagadom le, hogy én színházi ember vagyok. Nekem szerencsés életem volt, nagyon sok olyan darabot csinálhattam, amit szerettem, és amit igaz szívvel csináltam. És tudom mondani, hogy soha nem csináltam, és nem vállaltam olyat, amiben nem hittem. Az Álomvilág az pontosan azt mutatja meg, amit életemben csináltam. Rengeteget álmodtam, szépeket, meg mindenféle dolgokat, amit aztán meg is csináltam. Nagyon sokszor volt olyan, hogy úgy nézett ki, hogy nem lehet megcsinálni. És hát elém makacsul, de azért ezeket meg szoktam csinálni. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhattam, és egy szerencsés ember vagyok más oldalról, hogy működnek ezek a dolgok. Mindig ugyanazt gondoltam, hogy nekem itt az életem, és az, hogy külföldön dolgozom, az egy ajándék még hozzá. Én azt gondolom, hogy Magyarország meg itt lenni, az nekem nagyon jó. Barátaim, mindenem itt van, az életem is itt van. Folyamatosan kísérem a pályát, és ő is némiképp az enyémet, és én azért örültem annyira, részben, mikor ő a Művészeti Akadémia tagja lett, és amikor a laudációját én tudtam mondani, ez számomra hallatlan öröm volt. Egy olyan nagyon, nem szívesen mondja ezt az ember, mert szembedicsérésnek tűnt, de annyira tiszta ember ő, és olyan mértékben nem keveredett bele soha a csatákba, őt szerették volna elnyomni sokan, de nem keveredett semmiféle csatába, ő él a saját művészetének, ami gyönyörű.